Rachel Zegler, a West Side Story női főszereplőjét, Mariát alakító színésznő nem kapott jegyet az Oscarra, ez pedig kiborította a követőit. A színésznő, aki a West Side Story beli debütálása óta az egyik legígéretesebb fiatalnak számít Hollywoodban, egy Instagram kommentelőnek válaszolva írta meg, hogy a kanapéjáról fog drukkolni a filmnek. Remélem, utolsó pillanatban csoda történik, és személyesen is megünnepelhetem a filmünket, de hé, néha ilyen az élet, gondolom. Köszönöm a sokkot és a felháborodást, én is csalódott vagyok. De minden oké, nagyon büszke vagyok a filmünkre. Írta. Zegler Mária szerepéért már elhozott néhány díjat, többek között a National Board of Review legjobb színésznőnek választotta, amit előtte latina színésznő csak egyetlen egyszer kapott meg, és Golden Globe-ot is kapott a szerepért, még ha ez a díj jelenlegi presztízsével jelenleg ez nem biztos, hogy nagyon jót jelent. Zegler kicsit később a Twitteren köszönte meg a támogatást a rajongóknak, és igyekezett lecsillapítani az indulatokat, majd közölte, hogy jobb, ha most nem mobilozik egy ideig. Az Oscar gálát idén újra személyesen, a díjátadó hagyományos helyszínén tartják meg, ugyanakkor a még mindig fennálló járványveszély miatt a korábbihoz képest csökkentett létszámmal, a szokott 3300 helyett csak 2500 fővel. A filmstúdiók jellemzően úgy kapnak jegyeket a gálára, hogy nincs meghatározva, kiknek adják oda a dolgozóik közül, így jelen esetben a Disneynél nem sikerült a meghívottak körébe beletenni a legjobb filmjelölt moziuk női főszereplőjét. Rájuk utalt Zegler, amikor utolsó pillanatos csodáról írt, hiszen a stúdió tud úgy zsönglőrködni a meghívásaival és a jelölteknek jutó plusz főkkel, hogy abba Zegler is beleférjen. A West Side Story a legesélyesebbek között van a legjobb női mellékszereplő kategóriában, Ariana DeBose kapott jelölést, és ha nyer, ő lesz a második latina színésznő a történelemben, aki Oscart nyer.